Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Most megnézzük, hogy milyen dolgok várhatók általánosságban előrejelzés májusra. Ez általános karrierre vonatkozik, pénzügyekre, és a végén megnézzük, hogy mi várható a szerelmi téren. Szóval én már elkezdtem kirakni a kártyákat, amikor leállt a kamerám. Úgyhogy most már kiraktam őket. És kezdem is az általános olvasást nézőimnek. Május hónap elején még eléggé néhányatok szorongani fog, álmatlan éjszakátok volt az utóbbi időben, de ez megváltozik, jön egy változás az életetekben, akár pénzügyileg vagy karrierben lesz egy anyagi bevételed, vagy megkapod a munkát, amire jelentkeztél, anyagi bőség várható. Ez összefügghet utazással is, lehet, hogy helyet kell változtatnod, vagy májusban többet fogsz utazni. És itt mérlegelned kell, hogy mit választasz, de az biztos, hogy a végén beérik a munkád gyümölcse, és ezt élvezettel fogod csinálni. Újra aktív leszel, többet mozdulsz ki, ha eddig nem tetted. És igazságszolgáltatás várható, valami a te javadra fog állni, vagy el kell döntened valamit, a döntéshelyzet elé fogsz kényszerülni. Ezt nem tudom pontosan, hogy mi szerelmi vagy munkaügyben. Nézzük a többi kártyát. Mi várható májusban általánosságban? Mi várható májusban? Néhányatok elválik, vagy ilyesmi, az is lehet. Family room. Üzenetek. Üzeneteket fogsz kapni. Valami rokonodtól lehet, vagy egy közeli ismerősödtől. Privileged lady. Úgy érzem, hogy így élvezni fogod ezt a májust, hogy valaki megtisztel a figyelmével téged. Ez lehet szerelmi téren is valaki nagyon, valakinek nagyon tetszeni fogsz. Esetleg valami hivatalos ügyet kell elintézned. Szerződések aláírása. Ilyesmik várhatóak. Nézzük még a másikat.
májusban, mi várható általánosságban. Esetleg egy esküvőre is meghívnak, vagy te esküvőd lesz ebben a hónapban. Néhányatoknak ez egy speciális üzenet. Ami eddig sötét volt, az megvilágosodik számodra. Ez összefügghet az igazság szolgáltatás kártyával is. Az állatokhoz nagyon szoros kapcsolat fűz. Azt hiszem, ez a hónap békés lesz számodra. Tölts több időt a háziállatoddal. És mit üzennek az angyalok ebben a május hónapban? Mi az, amit meg kell hallgatnod tanácsként? Igen, valami új anyagi lehetőség fog bekövetkezni, vagy munkaterén is. Gazdagság várható, anyagi jólét. Wow, ez jól hangzik. Ennek én is örülnék. Vége. Nézzük még tovább. Általánosságban mi várható? Mi az, amit tenned kell, vagy meg kell hallgatnod? Tekints magasabbra, tedd magasabbra a mércét, és légy igényesebb magaddal szemben, ne ülj a babérjaidon. Szóval tenni kell ezért a gazdagságért, és tedd magasabbra a mércét, ne hagyd, hogy kihasználjanak. És mondjuk éhbérért dolgoztassanak, vagy ilyesmi. Tudd, hogy értékes vagy, és megérdemled bőséget. Nézzük. Igen, pont ez a kártya esett le, hogy bízz az univerzumban. Vízöntő az első negyed holdban. Vigyázz, kész, rajt. Itt a tökéletes pillanat, hogy befelé fordulj, és dédelgesz szíved vágyát. Igen, az álmaidra is fókuszálj. Nézzük még. Szóval ne add fel az álmaidat. Mik várhatók, milyen energiák májusban? Positivity. Vagyis pozitív dolgok várhatók májusban. Pozitív dolgokkal törődj, próbálj meg kevésbé a negatív dolgokkal törődni. Tudom, hogy nem könnyű,
De elég sok pozitív kártya jött ki most. Szóval, most pedig megnézzük, hogy szerelem terén mi várható. Szerelmi téren. Ezeket elrakom. Szerelmi téren mi várható májusban? Harmónia, hogyha eddig nézeteltéréseid voltak, vagy problémáid kapcsolatodban, ezek rendeződni fognak. Ha nincs kapcsolatod, akkor pedig Wheel of Fortune. Valami sorsszerű fog történni. Ez egy elkerülhetetlen találkozás valakivel, hogyha még szingli vagy. Az is lehet, hogy megtalálod a hozzád élő partnert. Igen, valaki szerelmi ajánlatot tesz neked, vagyis King of Cups, ez egy vizes jegyű személy lehet, vagy nem feltétlenül, de érzelmei vannak feléd. Egy fiatalabb személy lehet. Néhányatokkal. Nézzük tovább, mi várható a szerelemben. Ez egy friss szerelem, hogyha most kezdted a kapcsolatot. Wow! És szenvedélyes vágyak. Uha! Ez egy nagyon forró hónap lesz. Sok testiség várható. Valakinek nagyon bejössz. Vagy a meglévő kapcsolatod újra tüzes lesz, ahogy fogalmaznak. Nézzük, hogy ez egy váratlan kapcsolat, az ellentéted lehet, az ellentétek vonzzák egymást. Mi várható még? Hú, lehet, hogy néhányatok egy karmikus szituáció. Találja szembe magát, harmadik parti, harmadik személy is bejöhet a képbe, néhány. Hú, fizikális connect kapcsolat, hogy eléggé egyesültök a testetekben. Úgy értem, hogyha eddig nem volt köztetek fizikális kapcsolat, akkor ez
bekövetkezik májusban. Élvezni fogjátok egymás társaságát. Hú, igen. Nagyon fűszeres. És szenvedélyes kapcsolat lehet. Valaki esetleg a szabad idejében elutaztuk egymással valahova, ilyesmi. Family. Az is lehet, hogy család alapításon gondolkoztok. Már néhányatok szeretne családot. Productivity. Igen. Ez egy nagyon produktív hónap lesz szerelmi téren is. Ha több információra van szükséged, vedd fel a kapcsolatot valakivel, aki szakértő az adott területen. Ha nem vagy biztos valamiben, akkor kérdezd meg másokat. Ups. Szóval nézzük tovább. Mi várható szerelemben? Valakit eljegyeznek, a kapcsolatod szinted emelkedik, vagyis az is lehet, hogy mélyebbé válik egy kapcsolat. Wow, nagyon jó. Szóval ezek az energiák várhatók május hónapban. Hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!